Az esélyesekben ezen a héten már a világbajnoksággal foglalkozunk, folyamatosan követjük a válogatott mérkőzésének az eseményeit, kezdjük is el majd a hétvégi találkozókkal. Nem azért mondtam találkozókat, mert foglalkozunk a magyar válogatott mérkőzésével is, de azért lesz egy Katar-Ekvador találkozó, amivel nyílik a világbajnokság. Mennyire várjátok egyáltalán ezt a katari sztorit? Mennyire érzitek magatokat furcsán? És mondjuk lehet ezt jó érzéssel tényleg jól várni? Te már itt a múltkor pedzegetett, hogy persze. Amikor csak arról van szó, hogy nézegetem a csapatokat, meg az esélyeket, meg hogy mi várható, meg hogy milyen meccsek lesznek, akkor úgy azért van benne bugi, meg igen, tök jó jön a világbajnokság. De szóba kell a Katar szó, akkor egyből fordul fel a gyomrom, és nagyon, nagyon nehéz ezzel az egészen mit kezdeni, és sokat gondolkodtam azon, hogy most akkor nekünk, újságíróknak mit kellene ezzel az egésszel kezdeni, mert nyilván nem akarod elrontani a szurkolónak se a hétköznapét, ez vagy folyamatosan azt traktálod, hogy hogy mennyi szar szemét dolog történik ezzel az egész VB-vel kapcsolatban, de közben meg azt érzem, hogy muszáj róla beszélni, és muszáj folyamatosan beszélni róla, mert ez egy annyira végtelenül arcátlan dolog, hogy ez a világbajnokság így ebben a formában megrendezésre kerülhet, hogy arra nehéz szavakat találni. Hát szerintem nagyon jól jött ki, hogy pont Bruno Fernandes a Manchester United utolsó Premier League meccse után ugye nyilatkozott is erről élő egyenes adásban, hogy játékosoknak is furcsa eleve, hogy most kell VB-t játszaniuk, és egy olyan országból, hát ők is tudják, hogy hányan meghaltak csak az építkezéseken, és egy ilyen visszás érzés van bennük, és szerintem bennünk is, és alapvetően szerintem Katar félreérti ezt az egész dolgot. Ugye ilyenkor ezek az országok általában azért igényelnek meg ilyen nagy torna rendezést, azért vesznek klubokat, hogy utána önmagukat jó színben tüntessék fel, hogy ez a sportwashing, nevezzük szép magyar nyelven sportmosásnak. Hát a katariak ezt annyira nem értik, tehát már láttunk olyan képeket, hogy újságírókat vegzálnak, hogy te ne kamerázzál, te ne fotózzál, hát ez a sportmosás rosszul csinálod jelenleg Katar esetében. Hát nekem is ilyen érzésem van egyébként az egész tornával kapcsolatban, ugyanakkor meg próbálom magamban azt a képet elültetni, hogy erről nem a játékosok, nem a nemzetek, nem az edzők tehetnek, és alapvetően nyilván a torna megrendezés az káros minden tekintetben, de próbálom magamat belehelyezni abba, hogy itt a főszereplők nem a hibások, hanem ők is gyakorlatilag az elszenvedői az egésznek. Ez abszolút így van, nekem igazából maximum azzal vannak még problémák, amikor ilyen nagyon bagatell dolgokat hozunk fel a katari világbajnokság ellen. Ugye Philipp Lahmnak van például egy ilyen rendszeres rovata a Guardianben, egyébként borzasztó minőségű, senkinek nem ajánlom Philipp Lahmnak a rovatát, rendszeresen óriási blödségeket tud leírni. Ugye most például elmondta, hogy azért rossz a katari VB rendezés, mert ez egy pici ország, és ott nem kéne foci tornát rendezni. Uh-huh. Mondom, szerintem ez a legkisebb gond az egész katari világbajnoksággal, de hát ez az ő véleménye, azért itt vannak jóval nagyobb problémák, amik ellen egyébként a csapatok, játékosok, ahogy tudnak a saját eszközelükkel, azért valahogy próbálnak felszólalni, nem ők tehetnek róla, hogy nekik Katarban kell játszaniuk, világbajnokságon, életük, pályafutásuk során csak nagyon kevésszer van lehetőségük részt venni, egyszerűen nem várhatjuk el tőlük, teljes joggal, hogy bojkottálják ezt az eseményt. És erre leszek kíváncsi, hogy ezt meg tudjuk-e úszni, ezt a világbajnokságot ilyen nagy, ilyen katasztrofális duranások nélkül ezzel az egésszel kapcsolatban, mert 78-ban még meg tudták azt csinálni az argentinok, érted, lefalasztak, érted, szegény falvakat, és akkor nem látták az ott járók, hogy mi történik, de ezt 2022-ben nem tudod megcsinálni, meg nem tudsz eltitkolni dolgokat, és azt sem, nem tudsz porázat meg szájkosra tenni a játékosokra sem, úgyhogy azért én, nekem van egy érzés, hogy itt még lesznek balig. Nem, nem láttátok az angol szurkolókat vonulni Katarban. Az én angol nem. Szurkolókat. Ja, igen. Nem csak angol, hát volt egy pár ilyen már. Hát különböző akciókat már láttunk, biztos, hogy lesz ebből még néhány, de azért a mérkőzéseken is látunk majd talán akciókat is. Vannak olyan csoportmeccsek, amiket így még néztetek már, hogy na az a találkozó, azt én nagyon várom. A horvát belga nekem az például egyből beugrott egy ilyen mesek, amin remélem, hogy itt lesz nyílt sisakos rohangászás. Captain Obvious beöltözik itt a Németország-Spanyolország mérkőzéssel, azért taktikailag is egy érdekes találkozó lehet a torna, hát Európából legalábbis a torna két legproaktívabb csapatával. Én a francia Dánt is várom olyan szempontból, hogy ők játszottak nemrég a Nemzetek Ligájában, azok is érdekes meccsek voltak, és hát szeretném elfelejteni a 4 évvel ezelőtti világbajnokságon lejátszott egymás elleni mérkőzésüket, ami alatt a szememet majdnem kikapartam, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez jobb lesz, itt igazából főleg Kasper Hjulmand csapatában bízok.
német-spanyol meccset én is nagyon várom, de nem tudom, mennyire emlékeztek ti nézők, meg akár ti is, srácok, hogy volt egy ilyen szokásunkhoz híven egy ilyen nagyon merész tippünk itt az évre, ahol Pete, az egyik merész tipped az volt, hogy ez lesz minden idők legjobb világbajnokság. Kicsit megbántad már azt a merész tippet? Ez egy merész tipp. Ez továbbra sem lett kevésbé merész. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez bejönne, de nagyon pici rá az esély, nyilván ezért is mondtam. A meccsek, hogyha azok jók lesznek, azért az fel tudja ezt húzni. Én ebben azért nem bízok, főleg itt a csoportkör folyamán, hogy nagyon jó meccseket fogunk látni. Bár ki tudja, ugye egy nagyon sok vita van arról, hogy akkor milyen hatással lesz mondjuk a játékosokra az, hogy szezon közben van a torna. Én egyelőre azt gondolom, hogy ennek inkább a klubszezon végén lesz hatása, hogy itt lesznek azért olyan játékosok, akik sokáig jutnak a tornán, és egymás utánban egy hónapon belül egy nagyon feszített október után, a két naponta kellett meccseket játszani, még lejátszanak akár 6-7 mérkőzést is. Akik hamarabb kiesnek, nyilván annak nem lesz akkora hatása, de pont ott vannak a tökéletes erőállapotban, benne vannak a meccsrutinban, folyamatosan meccseket játszottak, magának a torna színvonalának ennek jót kéne, hogy tegyen. Más kérdés, hogy válogatott tornák alapvetően azért nem arról szólnak, hogy itt elképesztően taktikailag felkészített csapatok vannak hihetetlen variációkkal, hanem aki az alapjátékot jól tudja játszani, vagy a pontrúgásokat jól meg tudja oldani, azt tud tovább jutni. Na akkor térjünk rá az első kiemelt mérkőzésünkre, ez a Szenegál-Hollandia találkozó lesz, és ugye ebben a csoportban van ugye Katar és Ecuador is, tehát várhatóan a Szenegál-Holland meccs lesz a csúcsmérkőzés a csoportnak, már olyan szempontból is, hogy ki lesz valószínűleg a csoport első és a csoport második? Még akár az is abszolút, tehát most szigorúan, ha megnézed józan paraszt észre az erőviszonyokat, akkor azért ezt a két csapatot várnád oda legelőre, még akkor is, hogy azért Ecuador is érdekes lesz. Igen, ezért Ecuadort én nem írnám le semmiféleképpen. Szerintem nagyon meghatározó lesz, hogy le tudják győzni Katart az első mérkőzésen, ott azért egyértelműek lesznek az esélyesek, de valóban Szenegál, mint Afrika kupa győztes adja magát, mert ugye el lehet gondolkozni azon, hogy attól, hogy valaki Afrika kupa győztes, valóban az a csapata a legjobb Afrikában. Ezért büntetőkkel győzték le Egyiptomat a fináléban. Egyiptom nincs itt. Meg a pocselek. Egyiptom nincs itt, de itt van például Kamerun, aki nagyon jól szerepelt például szintén az Ankon. Őket Egyiptom ejtette ki, de Szenegál is egy jó csapat alapvetően, úgyhogy ezért Hollandia pedig szerintem magáért beszél, hogyha Louis van Gaal-al szerepelnek, mióta őt kinevezték abszolút veretlenül, szerintem így mutatott játékban, Európából, a spanyolok mellett ők a legjobbak. Hát, talán az első világbajnokság, amit komolyan figyelemmel követtem, az a 98-as VB volt, és már akkor volt ez a hype, hogy na figyeljetek, most az afrikai csapatok, ezek olyan jók lesznek, a négy között lesz afrikai csapat, most talán megnyeri afrikai csapat. Most lehet ezt a hype-ra felülni, és hogyha fel kell ülni, akkor Szenegál ez a vonat, amire érdemes felülni? Hát, az afrikai csapatot kéne mondani, akkor most a VB részletek közül nyilván Szenegált mondaná elsősorban az ember, de közben meg... Nem tudom, hogy Arius Szisztét is hová tegyük mondjuk edzőként. Az mondjuk egy magáért beszél a dolog, hogy már 7 éve irányítja ezt a válogatottat, tehát azért elég kevesen vannak hasonló tapasztalata, vagy hasonlóan folyamatosan egy csapatnál dolgozó edzők egyáltalán válogatott szinten. Nem tudom. Pláne ugye Sadio Mané nagyon nagy kérdőjel, hogy mennyit, hogyan, milyen formában fog tudni játszani ezen a VB-n, és azért az nagyon fontos lesz az ő szemszögükből. Ha már Manét említi el, de ez nem azt jelenti, hogy Sissé úgy készül, hogy sokáig fognak jutni, hogy a Manét behívta a keretbe? Hát, hogyha már az utolsó csoportmeccsen behethető lesz, szerintem már az nagyon sokat fog számítani. Alapvetően az ő jelenléte az elképesztően fontos. Ugye maga a szenegáli válogatott eleve úgy játszik, hogy a szélsővédőket tolják nagyon magasra, és a szélsők bejönnek a fél területbe. Ugye Manének az abszolút ismerős, a Liverpoolban ezt játszotta évekig. Most ezért a Bayern Münchenben is az első, mondjuk másfél hónap után ebbe a szerepkörbe került ki. A támadásokat abszolút meghatározza ő, hogy tud helyzeteket kialakítani, hogy lövő helyzetekbe kerülni. Főleg azért, mert a szenegáli válogatottnak nevezzük úgy, hogy a legnagyobb problémája az, hogy nagyon sokat lőnek, de nem jó pozícióban. Ebben Mané is benne van, mert ő is elvállal majd, hogy nem mindent, de hogyha kiveszed egy ilyen játékost, aki nem csak lőni tud, de jól is tud lőni, miközben azért nagyon nagy zicsereket nem dolgozol ki folyamatosan, azért érezteteti a hatását. Ugye ez felvet egy kérdés, hogy Mané a szenegáli válogatottban folyamatosan a bal oldalon játszik, de hogy ki lesz vajon a középcsatár, ez fontos kérdés lehet azért, mert hogy Diadio, aki eddig mondjuk, hogy az első számú 9-es volt, hát mióta Törökországban játszik, nem játszik a saját klubjába, és itt lehet még jelölt Bulaidia, NDI vagy Nicholas Jackson is a Villarreal-ból. Ki lenne a legmegfelelőbb opció szerintetek? Diá volt, aki eddig leginkább a bizalmat élvezte, meg ő játszott a legtöbbet mostanában ezen a poszton, hogy gondolom, hogy ő lesz a megfejtés, meg ilyenkor már nagyot azért nem variálsz, hogy tornára pláne ilyen kulcsfontosságú poszton. Abszolút így van. Diá egyébként is jó formában van, lövi a gólokat a szériában, szerintem adja magát, hogy most akkor ő legyen a kezdőcenter. Beszéljünk a holland csapatról is, akiknek, hát
Olyan szempontból egy kicsit változatos a játék, fixen szeretnek ugye három védőzni szárnyvédőkkel, viszont az előlévő hármasnak a felállása és a mozgása az nagyon sokban függ a személyektől, és ha megnézzük a holland keretet, akkor az látszik, hogy tulajdonképpen három targetman is nevezve van ebben a csapatban, ugye Luke de Jong, Vincent Janssen és Weghorst is ott van a csapatban. Ez rögtön azt predesztinálja, hogy tuti, hogy targetmennel játszanak, akár Szenegál, akár az egész tornát nézve? Hát ugye a hollandoknak is van egy Sadio Manéja, úgy hívják Memphis Depay. Nagyon sok függ attól, hogy ő felépül-e például, és milyen állapotban lesz. Hogyha Memphis Depay játszik, akkor szerintem egészen biztos, hogy a három targetmen közül, akik közül egyébként Winston Jansen talán a legkevésbé tipikus targetmen, a Depay és Bergwijn kezd majd elő, és valószínűleg Cody Gakpo lesz mögöttük a tízes. Ez szerintem ettől függ majd. Nyilván B opciónak jó, hogy ott van Luke de Jong, ott van akár Weghorst, és ugye Weghorst például itt a Nemzetek Ligája sorozat során szerzett fontos gólokat, de hogyha mondjuk rájuk kellene első számú opcióként hagyatkozni itt a világbajnokságon, az nem biztos, hogy jót tenne a holland válogatott játékának, mert Depay abszolút meghatározza azt, hogy mi történik elől. De pont ez a lényeg igazából velük kapcsolatban, szerintem ők alapvetően B tervek lehetnek ennél a holland válogatott, nem egy kicsit soknak is érzem egyébként, hogy mind a hárman ott vannak a keretben. Ez mondjuk tényleg arra az esetre, hogyha mondjuk Depayjal valami nem úgy alakul, de mondom, tehát nem hiszem, hogy elsősorban azzal számol a fánál, hogy ők fognak játszani, akkor fognak játszani, hogyha beüt a krach. Az egyik legfontosabb, mert Depayon kívül, nyilván Frenkie de Jong a középpályán, és én láttam ezt a holland csapatot úgy, amikor Frenkie de Jong játszik, meg a Nemzetek Ligájában volt, amikor sérült volt, és láttam úgy is játszani a holland csapatot, ég és föld a kettő egyébként. Tehát hogy ő az, akit így fontos folyamatosan végig kell terhelnie ezen a tornán, és lehet, hogy ő lesz az, aki mondjuk így bele fog rokkanni majd a Barcelonában itt ebben a hét mérkőzésben? Szerintem azt mondhatjuk, hogy Frenkie de Jong ennek a holland válogatottnak a legjobb játékosa. És egy ilyen játékosnak nagyon fontos a jelenléte is a csapatban, és nyilván egyértelmű, hogy megérzik azt, hogyha hiányzik, és nincsen hasonló megközelítőleg sem szerintem játékos a holland csapatnak, ez a nagy probléma. Ezt bele fog rokkanni, tehát Frenkie de Jong nem volt nagyon játszatva a Barcelonában ősszel. Szerintem nem fog belerokkanni, az viszont egyértelmű, hogy neki ebben a csapatban kezdenie kell, és valóban a legfontosabb, amikor elindítják a támadásokat, ugye a védők előtt helyezkedik folyamatosan, és ez az érdekes a válogatott meg a klubfoci között például, hogy a holland csapatban, a holland csapatnak a sikeressége az nagyban függ attól, hogy Frenkie de Jong a támadásépítésekből, Memphis Depay pedig a helyzet kialakításon, meg a támadás befejezésnél mekkora szerepet tud vállalni. És Louis van Gaalnak ezeket a játékosokat kell minden jobb pozícióba helyeznie. Mind de Jongnál, mind Depaynál azt látjuk, hogy nagyon jók valamiben, de nem biztos, hogy klub szinten a legmagasabb polcon csapatot kell építeni ezen tulajdonságok köré. Na, a válogatott szintén, hogyha ilyen játékosok köré fel tudsz húzni egy rendszert, akkor te nagyon sikeres tudsz lenni. Ezért ők a két legfontosabb játékos szerintem ebben a holland csapatban. Ugye a holland csapat szárnyvédőkkel játszik, és a jobb oldalon Dumfriesnek a szerepe talán megkérdőjelezhetetlen, viszont bal oldalon Blind és Malassi az, aki küzd a kezdőtagságért, és általában egyébként Van Gaal inkább a tapasztalatra szabad, és Blindet nevezi meg. Ez egy jó döntés, jobb játékos, mint Malassi, szerintetek? Hát meg Blind ilyen kicsit ilyen bizalmi ember is nála szerintem. Tehát annak idején ugye együtt kerültek Manchesterbe, és a válogatottban is mindig számított rá, amikor ott volt. Meg Blindet azért tudja használni, ha kell, akár belső védőként is ebben a rendszerben, akár belső középpályásként is, hogyha arra kerül sor, úgyhogy szerintem egy kicsit ilyen szempontból is fontos eleme ennek a keretnek. Fahának ez egy nagyon érdekes elgondolás, hogy miért Blind játszik szárnyvédőt, mert egy szárnyvédőtől azért azt szokhattuk meg, hogy fel le rohangál az oldalban a mellett, aztán odaér a 16-osan belőle, és azt szoktuk meg, hogy úgy játszik, mint mondjuk Dumfries. És Blind azért picit ilyen testidegennek hat, mert azért építkezésben szereti kivenni a részét, és emlékszünk például az Európa-bajnokságra is, abban a nem túl jó holland válogatottban Blind a támadások elindításában egészen kiemelkedő volt. Ő azért játszik szárnyvédőt, mert Van Gaal úgy gondolja, hogy a hármas belső védő szisztéma van a két oldalsó játékosnak, ezt nevezhetjük alapvetésnek, és nagyon sokat kell előrefelé védekezni a pláne, úgy, hogy a hollandok csak két belső középpályással játszanak, a Frenkie de Jong és Koop Meijners, ugye aki a baloldali belső védő, ő ezt abszolút meg tudja oldani, fel is tudja cipelni a labdát, Guardiola kifejezetten szereti és őt erre használni a Manchester Cityben, ráadásul amikor építkeznek a hollandok, azt nagyon sokszor aszimmetrikusan teszik, tehát Dumfries mindig egy sokkal magasabb pozíciót vesz föl, így gyakorlatilag majd, hogy nem négy védős alakzatot vesz fel a holland csapat, és Blind a bal hátvéd pozícióban veszi fel a labdát, és onnan tudja azt előre juttatni. Más kérdés, hogy azért voltak bőven hibái Blindnek az utóbbi időben. Azért most kezdett el megkérdőjeleződni az ő pozíciója a holland kezdőben, de pont ezért, mert ezek a tulajdonságai megvannak, és holland bizalmi ember, én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ezen az első meccsen nem ő, hanem Malassia futnak ki a pályára.
Folytassuk a Franciaország-Ausztrália találkozóval. Hát és a francia keret körül volt szerintem a legnagyobb kérdője és a legnagyobb tapogatózás sötétség mindenki részéről, hogy na vajon mit fog csinálni Didier Deschamps. Nyilván azért, mert nagyon sok a sérült, nyilván azért, mert baromi mély a választási lehetőség, de leginkább azért, mert fogalmunk nem volt, hogy Didier Deschamps mit akar csinálni. Kaptunk valamiféle választ az alapján, hogy milyen keret lett hirdetve? Egy választ nyilván kaptunk. Az az érdekes tényleg a franciákkal kapcsolatban, hogy még így is el tudod képzelni, tehát hány olyan válogatott van, hány olyan csapat van egyáltalán ugye a világlabdarúgásában, ami el tudja viselni ezt, hogyha két ilyen játékos dől ki a keretéből, mint amilyen Kanté és mint amilyen Pogba, és ahol mondjuk Nkunkura fel se kapják mondjuk a fejüket, ugye hát ja, tényleg ő is ott lett volna egyébként a keretben. Kaptunk választ, nem mástól, mint Didier Deschamps-tól. A keret hirdetés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy játszottunk három belső védő, megvoltak az előnyei, megvoltak a hátrányai, de visszaváltunk négy védőre, mert és ezzel nagyjából benne van egyébként Didier Deschamps-nak az egész ilyen futball filozófiája, mert azt szeretné, hogy védekezésben meglegyen az egyensúly a csapatban. Ezért négy védővel fognak játszani, két mélységű középpályással. Itt igazából kettő kulcskérdés maradt, ki fog játszani a bal szélen, és ki lesz Tchouaméni mellett a másik mélységi középpályás. Ugye mindkettő lehetőségre ott van Adrien Rabiot. Most tele van a csapat minőségi szélsőkkel. Tehát Kylian Mbappé valószínűleg kimegy majd balra, és akkor játszhat akár a jobb oldalon Kingsley Coman vagy Ousmane Dembélé is. És egyébként én azt mondom, hogy Tchouaméni mellé akármennyire se szeretjük mi sem, Adrien Rabiot lehet, hogy jobb megoldásnak tűnik az egyensúly szempontjában, mint mondjuk Eduardo Camavinga, akármennyivel is jobb játékos ő már most. Na, akkor már beszéljünk erről a középpályáról, és tehát itt nézzük meg a jelölteket, szóval a két biztos ember szerinted Camavinga és Tchouaméni? Nem, Camavinga szerintem nem biztos ember, szerintem helyette Rabiot fog játszani. Tchouaméni a biztos ember. Főleg, hogy Rabiot akkor megint csak hasonló viszonyban van szerintem Deschamps-val, mint Blind Van Hála, még akkor is, hogyha voltak ott is azért ugye elég érdekes kilengések. Én nem akarok tartalék lenni a válogatottban Adrien Rabiot. De tehát szerintem őt azért alapvetően kedveli, meg a játékát kedveli Deschamps. Versura lennék kíváncsi, hogy ő beszivárgott végül is itt a keretben, nem tudom, surranópályán, és közben meg egyébként erre a feladatkörre lehet, hogy alkalmas lenne, de neki azért, vagy vele szemben azért a bizalmat annyira nem látok Deschamps-tól eddig. Néha, hogy ott van még Guendouzi is, de meg picit hasonló játékos, mint Camavinga, ő is inkább előre felé szeret kalandozni, és kevésbé adja meg a stabilitást. Szerintem ez egy lényeges kérdés lesz, hogy ki lesz Tchouaméni párja, mert Tchouaméni lesz az alapjátékos a középpályán, az biztos. A védekezésben, meg a támadások elindításában is kirobbanthatatlan, így, hogy nincsen sem Kanté, sem Pogba. Azért ez tényleg durva, hogy az előző világbajnok csapatnak a két alappillére nélkül mondjuk úgy a francia válogatottról, hogy még így is a keret alapján a legnagyobb esélyes. Az egyik legnagyobb esélyes. De még mindig a leggyengébb pont talán a idézőjelesen a leggyengébb pont az a középpálya. Igen, csak ez tényleg, hogy a legösszeszokottabb része tűnt el a csapatnak, egy olyan, ami abszolút meghatározó lenne, és hogy teljes kérdőjelekben vagy, akkor most hogy is fog pontosan kinézni a pálya közepe. Azért, ami még kérdőjeleket adhat, az a 9-es poszt, és nyilván, hogyha van egy egészséges Benzema, akkor Benzema a 9-es. Talán ez már nem kérdés. De van-e egy egészséges Benzema szerintetek? Ti már úgy kalkuláltok vele, hogy ő az, aki kezd Ausztrália ellen? Nem. És ez nagyon érdekes, hogyha van egy egészséges Benzema, akkor is Benzemának kell kezdenie? Mi volt ennek a francia válogatónak az egyik legfontosabb eleme az előző világbajnokságon? Hát akkor Giroud, csak aztán azóta Benzema elkezdte rúgdosni a gólokat a válogatott színeiben. Hát elkezdte rúgdosni a gólokat, csak ugye kire kell a legjobban figyelni manapság, amikor a francia labdarúgásról van szó, legyen az akár Paris Saint-Germain, legyen az akár a francia válogatott. Szabó Krisztófra. Egyrészt, de hogyha őt meghallgattuk, utána talán érdemes azt is megnézni, hogy mit mond Kylian Mbappé. Kylian Mbappé nemrég azt nyilatkozta le, hogy ő a legjobban Olivier Giroudval szeret játszani, mert ő egy olyan játékos, aki mellett sok labdát kap, aki lekészíti neki, aki helyet csinál neki. Benzema ezt csinálta évekig egy bizonyos Cristiano Ronaldo mellett, de azért az elmúlt években azért belül is az első számú gól felelős lett. Nem biztos, hogy a francia válogatott egyensúlyának jót tesz, pláne hogyha két támadó szélsővel játszanak, legyen az mondjuk Dembélé, Mbappé, hogyha Benzema van elől, akár mekkora klasszis játékos, lehet, hogy Giroud tudja megint megadni azt az egyensúlyt, ami kell ennek a csapatnak. És mi a helyzet Antoine Griezmannnal, aki Deschamps-nak az egyik bizalmi embere, és ezt pont te mondtad valamelyik esélyesekben, hogy az lenne a legjobb, hogyha bal oldalon játszan Mbappé, középen Benzema jobb oldalon, mint Dembélé, Griezmann pedig a kispadról szállna. Hát csak akkor még volt egy egészséges középpálya, tehát az kellett volna egy olyan háromfős középpálya, szerintem ez most nem megoldható, meg Griezmann valóban egy bizalmi ember, és a francia válogatottban azért általában jó teljesítményt is szokott nyújtani. Mindegyében az, hogy Nkunku megsérült, szerintem eldőlt, hogy itt Antoine Griezmann kirobbanthatatlan lesz ebből a francia válogatottból. És azért ő is tudna mondjuk profitálni abból, hogyha egy Giroud játszana előtte.
Beszéljünk Ausztráliáról is néhány gondolatot, hiszen az elmúlt három világbajnokságon ott voltak, igaz, hogy összesen egy győzelmet szereztek a három tornán összesen, de talán nekik jót tett az a váltás, hogy átigazoltak Ázsiába, idézőjelbe, és nem itt a dél-amerikai rájátszásban kellett. És az a kellemetlen ezzel az ausztrál válogatott a jelen pillanatban, hogy még így is rohadt necces volt nekik a VB szereplésük, és ugye 11-es párban dőlt el végül már az interkontinentális pótselejtezőben Perúval szemben. Szóval ez az ausztrál válogatott, ez, hát amit világbajnokságon látunk, azok közül lehet, hogy a leggyengébb valaha. Ez egy gyenge csapat. Tehát valóban bármilyen eredményt tőlük, az szerintem meglepetés lenne. Nyilván vannak még rutinos játékosaik, akikben lehet bízni, Aaron Moy, Matthew Ryan, Leki, de összességében a minőség azért hiányzik ebből a csapatból nagyon sok ponton. Ugye te szerettél volna gyakorlatilag az egyetlen veszélyes támadójukról beszélni. Igen, Aver Mabéről mindenképpen akarok beszélni, aki Cadiz csereembere. De hogy azért a csereembere, igazából, mert Brian Ocampo játszik előtt, aki uruguayi játékos, ő nincs benne egyébként az uruguayi keretben, de hogy legalább egy olyan típusú játékos, aki ebben a Cadizban, akikor nincsenek helyzetek, így legalább tud helyzetet teremteni, vannak kapuralövései, és nem tökéletes a csel hatékonysága, de legalább igyekszik cselezni. Hát ezzel elmondtad nagyjából, hogy mit játszik az ausztrál válogatottban, és ugye én baloldali tükörszélsőként így próbál kreatívkodni, lőni helyzeteket kialakítani, de borzasztóan inkonzisztens. Azért az sem segít szerintem ennek az ausztrál csapatnak eredményesség szempontjából, hogy gyakorlatilag nincsen értelmezhető középcsatáruk sem. Azért ez nem túl ígéretes. Tényleg azért balhék voltak folyamatosan itt a válogatott körül az utóbbi időszakban, ugye, ha már Ryan-t említetted, ugye Michelin Greg sincs ott a keretben, aki meg egyébként baromi jó teljesítmény nyújtott Japánban ebben a szezonban, és nagyon várták volna az ausztrálok, meg azért szerepelt a válogatottban ugye az utóbbi években. Tom Rogic, nem tudom pontosan mi a balhé lényege, de ugye ő személyes okokra hivatkozva mondta le már a pótselejtező szereplést is, holott egyértelműen a legjobb ausztrál játékos jelen pillanatban, és egyszerűen nem fér bele az ausztráloknak, hogy egy ilyen játékos ne legyen ott a csapatukban, ehhez képest így mennek ki a világbajnokságra, úgyhogy itt azért ez egy elég csúnya vébe lehet nekik majd. Na folytassuk a Spanyolország-Costa Rica összecsapással, és hogyha a Spanyolországra gondolunk, akkor szerintem muszáj azzal kezdeni, hogy mit akart Luis Enrique, vagy mit tervez Luis Enrique. Hát se Borja Iglesias, se Ramos, vannak itt érdekes döntések, meg ugye bekerült Ansu Fati és Nico Williams is a keretbe. Hát az, hogy nincsen Ramos, az szerintem már várható volt, hogy ő nem lesz benne ebben a válogatott keretben. Borja Iglesias kimaradása szerintem érdekes, mert gyakorlatilag nincsen a csapatban egyetlen igazi klasszikus 9-es sem. Alapvetően, hogyha Luis Enrique-nek a játék felfogását, meg játék stílusát nézzük, hogy olyan centert akar, aki aktívan be tud szállni a játékba, mint mondjuk Morata, vagy akár Daniel Olmo hamis 9-esként, akkor ez érthető. De azért mégis ennek a spanyol válogatottnak nagyon sokszor a leggyengébb pontja az, hogy nincs, aki gólt lőjön. Morátával kapcsolatban milliószor elmondtuk, hogy mezőnyben elképesztően hasznos. Aki tényleg nézi a spanyol válogatott meccseit, az látja, hogy hogyan csinál területet a társaknak, hogyan lép vissza a labdákért, hogyan osztja el, de azért a 16-oson belül ő sem feltétlenül a legmegbízhatóbb megoldás. Egy B-opciónak, akár csereként egy Borja Iglesias szerintem nem lett volna egy rossz ötlet. És picit itt akár át is kötve a védelemre, ugye a spanyol válogatottról elmondható az, hogy talán a legkidolgozottabb a játéka. Majd, hogy nem azt mondom, az egész VB mezőnyben, az európai csapatok között a leginkább. Ők hasonlítanak a legjobban azokra az elit európai klubcsapatokra, akik ott vannak most a csúcson. És erre a Mikel Arteta szoktam mindig azt mondani, amikor valami rossz eredmény történik, hogy hát nagyon jók voltunk a 2-16-os között, hát csak az a baj, hogy a mérkőzések többsége az a 2-16-oson belül dől el, és hát a spanyoloknál a első 16-oson belül, meg a hátsó 16-oson belül is tudnak lenni problémák, főleg, hogyha védekezésre kerül a sor. A védőkről érdemes beszélni külön-külön egyesével is egy kicsit, hiszen ha ránézzük a mezőnyre, akkor azt látjuk, hogy ott van Eric Garcia, minden Barcelona szurkoló kedvence, Pau Torres a Villarrealból, aki borzasztó szezon produkál eddig, de gyakorlatilag katasztrofális a teljesítménye. Laporte mondhatjuk, hogy kikerült a Citynek az egyértelmű kezdő csapatából, de legalábbis rotációs ember lett. Meg ott van Hugo Guillamón, aki a Valenciában, hát most nem annyira erős szezonja van, de ő labdaszerző hatost játszik Gattuso-nál. És ide nem fér be az a Sergio Ramos, aki viszont Párizsban kifejezetten jó. Igen, de közben meg a Sergio Ramosnak a jelenléte az nem csak a pályán, tudna sokat segíteni a pályán, de nem tudom, hogy az öltözőben mennyire jelentene már segítséget jelen pillanatban, meg neki is milyen a viszonya Luis Enriquével, meg van egyfajta bizalom, azért kialakult ezek felé a játékosok felé, Luis Enrique felől nem véletlen, és hogyha Pete említett ugye a játéknak a kidolgozottságát, akkor nyilván ebben is van ennek nagy szerepe, meg annak is, hogy ehhez ragaszkodna ezekhez az elemeihez Luis Enrique. Hát ezek a védők lábbal baromira jók.
És hát a spanyol csapat az erre épít, hogy birtokoljuk a labdát, nagyon agresszívan letámadunk labdavesztés esetén, vagy kirúgásoknál. Az egész világbajnoki mezőnyben nincs még egy olyan csapat, amelyik agresszívabban támadna le a spanyoloknál. A probléma az, hogy ezek a védők profilra nem illenek egymás mellé. Eleve Pau Torres meg Laportot nem tud együtt játszatni, mert két ballábas belső védő. De hogyha még valaki mellé be is rakod Eric Garciát, akkor is ott van a probléma, hogy mindegyik passzív védő. Pau Torres lényegében idézőben nem védekezik a Villarrealban, hanem helyezkedik. Azt nagyon jól megoldja, mellette ugye Raúl Albiol az agresszívabb védő. A Barcelonában ugye Eric Garcia szintén nem párharcerős, hanem építkezésben, labdacipelésben nagyon jó. Hát de mellette meg optimális esetben meg ott van Araújo, aki pedig abszolút egy agresszív, támadó felfogású, előrefelé védekező játékos. Most két ilyen játékos, pláne hogyha esetenként mélyebben kell védekezni, mondjuk Pau Torres és Eric Garcia, North jön ki ugyanaz, hogy hát igazából mindkét 16-os emelő gyengék vagyunk, mert nincsen jó befejezőnk, meg nincsen olyan belső védőnk, aki agresszív és tudja védeni a saját 16-osát. 16-os területéhez tartozik a kapus poszt is, én azt gondolom. Ugye Unai Simon azért mindenképpen beszél, mert ő is egy nagyon jó Bilbaóban nagyon rossz. És az, az igazság, hogy most már nem csak arról van szó, hogy vannak ilyen lepkevédései, hanem ilyesmi, hanem lába is láttam a szezonban többször ilyen agyatlan megmozdulását, ami nekem nagyon furcsává teszi. Lehet esetleg akár Robert Sanchez-nek vagy David Raya-nak esélye megközelíteni azt a kaput? Lehetett volna, de szerintem megint csak arról van szó, hogy ő véd most már évek óta ebben a válogatottban, azt látjuk, hogy Luis Enriquének akkor sem irongott meg benne a bizalma, amikor azért ugye azt az elég dura potyát összehozta az Európa-bajnokságon is. Hogyha ez korábban elkezdődött volna ez a folyamat, hogy akkor helyette valaki más véd folyamatosan, akkor el tudnám képzelni, de így most a VB előtt szerintem nem fog már változtatni. Ti mondhatnánk, hogy hát de Unai Simon milyen jó lábbal. Hát jó, csak Robert Sanchez és pláne David Raya ebben a tekintetben meg extra. Tehát a támadások elindításában, akár letámadások átjátszásában, mind a Brightonnál, mind a Brentfordnál, ennek a két kapusnak óriási szerepe van. Unai Simon az első számú kapus évek óta, ezen nem egy világbajnokság előtt fog úgy tűnik változtatni Luis Enrique. Na, akkor beszéljünk Costa Ricáról is egy kicsit, ők nyerték meg Új-Zélandot maguknak. Itt a lehetőségkép, hogy hát csak néhány gondolatot mindenképpen, hogy ott lehessenek a világbajnokságon, de itt ugye az Egyesült Államokkal együtt vannak ugye egy csoportban, ahol ők pont azonosságot értek el az amerikaiakkal, sőt legutóbb meg is verték őket. Ez nagyon sok mindent elmond egyébként az Egyesült Államok. De igen, csak hogy az Egyesült Államok környékén mindenhol azt hallani, úristen, ez a csapat, ez most mennyire jó lesz, és vagy én láttam majd őket fogunk kevesen. Beszélni az Egyesült Államok válogatottjáról is, ha keretre ránézem, maximum akkor gondolod ezt, a játékukra akkor már nem. És ez a Costa Rica elleni eredmények ezt szépen mutatják. Ott is vannak hiányosságok, de maradjunk Costa Ricánál, mert nekik meg azért van egy tök rutinos magjuk, ami köré meg lehet azért csapatot építeni. Hát olyannyira Brian Lewis 2014-ben a kulcsjátékosok, akik még most is ott vannak, Joel Campbell, Brian Ruiz, ugye a kapuban Keylor Navas. Hát ezt a csapatot, ezt élmény lesz nézni is negatív értelemben, de olyan szempontból meg jó, hogy kikkel vannak egy csoportban. Németekkel, spanyolokkal labdát akarják dominálni, ezek be fognak állni védekezni. Ez így legpasszívabb csapat lesznek az egész világbajnokságon a kosztarikaiak, aztán majd Keylor Navas próbál hosszan indítani, átmegy a támadás Joel Campbell, és próbálnak valamit csinálni belőle, és tényleg érdekes ez a core profil, hogy vannak a nagyon fiatal játékosok, meg vannak a nagyon idős játékosok, akik már 8 évvel ezelőtt is ott voltak a VB-n, köztük meg egy ilyen nagy üresség. De stílus szempontjából lesz ez érdekes. A spanyolok ellen például, hogy vissza fognak állni, és le tudják kontrázni a spanyolokat, mert az ellen viszont sebezhetőek, és tudnak egy ilyen mély védekezés ellen a spanyolok elég helyzetet kialakítani ahhoz, hogy legyen is, aki ezeket kihasználja. Costa Rica ilyen szempontból lesz szerintem érdekes, hogy ki tud jobban megszivatni majd itt a továbbjutásra esélyes csapatok közül, mert sok mindenről dönthet. Tulajdonképpen évek óta azt nézzük, hogy Keylor Navas az, aki folyamatosan megmenti a csapatot, remekel, fantasztikus védései vannak, gyakorlatilag eladta magát Európába is, egyébként tök jogosan. De ebben a szezonban egy percet nem játszott a Párizsban. Ez lehet hatással rá? Nyilván biztos, hogy hatással van minden játékos, hogyha ilyen sok időt kell kiadni a klubcsapatában, de közben meg nem is merülhet fel kérdésként, hogy ne ő védjen ebben a kosztarikai válogatottban, mert aztán azért a képességét, mert mindenki nagyon jól ismeri, tehát ő egy nagyon jó kapus, persze nem játszott mostanában. Folytassak a Portugália-Gána találkozóval, és hogyha Portugáliára gondolok, nekem mindig ez a defenzivitás jut eszembe, és nyilván Fernando Santos az, aki ezt okozza az én agyamban, meg sajnos látjuk is a pályán, de egy ilyen világeseményen nem lehet, hogy ez egy célra vezetőbb taktika, és hogy bár nem olyan szép, de eredményes tud lenni? Deschamps Southgate vonal abszolút, és Deschamps is igazolta, hogy ezt a dolgot alapvetően, és ez a bajunk mindig ezekkel a csapatokkal, csak közben meg nyilván
nehéz nem megértenünk, hogy miért ezt választja a szövetségi kapitány, aki meg nyilván a saját állásáért is dolgozik, meg a nemzet büszkeségért, és hogyha ezt látja eredményre vezetőben, csak közben meg úgy előre annyira jól néz ki, meg olyan jó nevek vannak ebben a portugál válogatottban, és náluk is inkább hátul vannak, lennének problémák. Bár egyébként az se annyira nagyon vészes most azzal, hogy Ruben Dias azért most már elég egyértelműen ott van a nemzetközi élmezőnyben. Ugye ezt szokás mondani, hogy az kockáztat, aki nem kockáztat. Ez működik nagy mintán. Egy válogatott tornán, hogyha te keveset kockáztatsz, és a megúszásra játszol, akkor tudsz eredményes lenni. Ezt másnap a portugálok megmutatták például 2016-ban. Viszont ehhez szerintem jól kell védekezni. A portugálok azok nem védekeznek jól. Ők visszaállnak, főleg jó csapatok ellen egy ilyen közép-magas blokkba, de könnyű őket átjátszani. És szerintem ez visszaüthet. Ugye alapvetően a támadó potenciált azt nem hozott ki a keretedből, de védekezésben sem vagy annyira extra, hogy te másodszándékból tudj játszani. Mert egy kiemelkedő kerettel, hogyha másodszándékból játszol, az nagyon jó, mert akkor nagyon jó játékosaidnak, és megnevezhetjük például Rafael Leaót is, akit átmenetből azért nagyon jól lehet használni, sok területe van. Ezért a Real Madrid ezt bizonyította például az előző BL szezonban is szerintem, vagy a francia válogatott a 2018-as világbajnokságon Mbappéval. A portugálokban szerintem ez nincs meg, és akkor beszélnünk kell itt az elefántról a szobában. Cristiano Ronaldo-ról. Én rá gondolok. Szerintem a portugál válogatottban sincs gyakorlatilag már haszna a legtöbb komoly mérkőzésen. Ugyanazért, mint a Manchester United-nél sem. Itt azt nem mondom, hogy nettó negatív hatása van, mert alapvetően a válogatott szinten eleve kevesen támadnak le, de mélyebb védekezés esetén sem tud hozzátenni igazából a játékhoz. Ami pedig szerintem különösen zavaró, az az, hogy amikor labdát birtokol a portugál válogatott, akkor Ronaldónak mindig játékba kell avatkoznia. Teljesen értelmetlen módon visszalép a középpályára, kibillenti az egyensúlyából a csapatot, és még az is lehet, hogy gólokat fog lőni, aztán majd meglátjuk, hogy mire megy ezzel a portugál válogatott. Nyilván azzal, hogy Jota megsérült és nem lehet ott, lényegében biztossá vált, hogy Ronaldo lesz az első számú center. Addig is biztos volt, tehát ő játszotta a legtöbbet a portugál válogatottban. Fernando Santos lesz az utolsó, aki fogja rakni őt ebből a csapatból, de igazából ő nem lesz ennek a portugál csapatnak az erősség. És benne van például szerintem, hogy ők meg fognak égni. Hát és pláne azok után, amit ugye most zajlik Ronaldo körül, ő ezt viszi magával extra cuccként a hátizsákjában a világbajnokságra. Bruno Fernandes nagyon örült, hogy láthatta. De mit hisztek ebben, hogy az egy olyan készfogás volt, amit így mutogatnak minden, hogy hát most aztán nagyon haragszik Cristiano Ronaldo-ra? Vagy ebben szerintetek van nem valami? Nem tudjuk nyilván, de azért ennek biztos, hogy megvan a nyoma mind Ronaldo-ban, és ugye most abban az emlékezetes interjúban, amit a Piers Morgannek adott, ugye kiemelte például, hogy a Dalot az egy nagyon szorgalmas, nagyon jó gyerek, nyilván az egyetlen jó játékos a Manchester United-ben, aki véletlenül portugális csapattársa válogatottban, és biztos Bruno Fernandesről is nagyon szépeket tudna mondani, de azért szerintem ez nem csapódik le jól belül, egy ilyen közegen belül sem. De beszéljünk erről a középpályáról, hiszen van itt egy ilyen, Santosnak van egy ilyen megszokott középpálya, hogy William Carvalho, Ruben Neves előttük Bruno Fernandes. Csak kimondom nagy nehezen. De itt van ez a Vitinha nevű srác, aki viszont a Paris Saint-Germainben valami extra klasszis szezont hozott le eddig. Én nagyon csodálom, imádom az ő játékát, nagyon fantasztikus. Hát és Verrattival egyszerre támadnak és egyszerre védekeznek, szóval igazából bármelyik posztra el tudnám képzelni alkalmas helyettesként, vagy akár inkább a kezdőben. Jó, hát nem lesz kezdő. Ja. Alapvetően itt a... Kösz, hogy így letörted az álmaimat, Pete! Nem én tehetek róla. Nem akarlak hitegetni. Én is örülnék, hogyha Vitinha játszom, mert szerintem is jó játékos, de szerintem megvan a balansz itt a középpályán, amit a Santos akar. Eleve ilyen kicsit aszimmetrikusan játszanak, tehát a Ruben Neves, William Carvalho van picit mélyebben, és ugye a jobboldali fél területben Bruno Fernandes magasabban, ők cseregetik és viszonylag sokat a pozíciójukat Bernardo Silvával a szélen. Ebbe se hiszem, hogy nagyon bele akar nyúlni, vagy legalábbis az elején, Santos. Az izgalmas tényleg ugye, hogy William Carvalhoval nekem megvannak a fenntartásaim, és Dangló Pereira szerintem sokkal jobb lehetne azon a poszton a középen, csak közben akkor meg ki a fene fog játszani hátul a védelemben. Akkor azt mondja, hogy akkor Pepe a világbajnokságon ott legyen majd megint Ruben Dias mellett, nem tudom mennyire mutatna jól. A portugál csapat azon túl, hogy nagyon szeret mélyen védekezni, nagyon sok hosszú labdákkal játszik, és erre vannak alkalmas szélső idői bal oldalon is, meg jobb oldalon is, és ez erre szeret ültetni is. Ez egy hatékony fegyver, lehet átrugdosni gyakorlatilag a letámadó csapatokat? Hát az átrúgdosás az túlzás, tehát nem ívelgetésre kell számítani a portugál válogatottól. Az például sokszor előfordul, hogy forgatnak az egyik oldalról a másikra a szélsővédőknek. Bal oldalon például akár Nuno Mendes, akár Guerreiro játszik, szerintem jól működhet ez a dinamika, hogy Rafael Leao húzódik befelé, és a szélsővédő adja a szélességet. A jobb oldalon ez már egy érdekesebb kérdés szerintem, ott ugye várható, hogy Bernardo Silva
játszik jobb szélsőt, ott lesz még Bruno Fernandes, meg ott lesz Cancelo is, aki meg tudja oldani azt, hogy a szélességet adjon, de ezen a Manchester City-ben meg nem ezt szoktuk meg tőle, maximum kényszerből, vagy hogyha hat támadóval játszanak már szinte elől, azt szerintem ez a dinamika picit kérdéses lehet a hatékonyság szempontjából. Nem lesz könnyű dolga azért a portugál csapatnak, mert Gánára igazából minden sztereotípia igaz, amit egy afrikai csapatról gondolunk, ez tényleg az a fizikálisan erős, kemény játékosok vannak, de egyébként technikásak is vannak, főleg a középpályán. Ez nem jó csapat. Meg ráadásul egy ilyen, most robbantották fel őket ugye az ANK után, teljesen újra van alakítva, és az egész torna legfiatalabb keretével jönnek a világbajnokságra, úgyhogy azért ott lesz izgalom. Hát ez, amikor így ugye nagyon sok játékos megkerestek, akik gánaiak, vagy gánai származások, hogy akkor mi lenne, hogyha minket választanátok, ugye voltak, akiket sikerült is meggyőzni, ugye Tariq Lamptey például egy elképesztő nagy fogás, bár kérdés, hogy ő kezdte majd, vagy Denis Odoi a jobb hátvéd posztján, szerintem nem kérdés, hogy Lamptey-nek kéne. Ugye Iñaki Williams-et is megszerezték előre, ami szintén egy nagyon jó húzás, ami szerintem furcsa, hogy ugye a hátsó sorban ilyen Dzeko és Amartey szokott játszani egymás mellett, miközben ott van egyébként egy Mohamed Salisu, aki azért képességeket tekintve szerintem messze ennek a csapatnak a legjobb védője, ugye az egyetlen bajlábos játékos, aki bevethető, mégis valószínű, hogy a kispadon kezd, tehát ilyen szempontból még a saját dolgokat is nehezíthetik. Más kérdés, hogy az összeszokottság megvan ebben a védőpárosban, és egy világeseményen meg egy szövetségi kapitány inkább az összeszokottságot keresi. Folytassuk a Brazília-Szerbia összecsapással, és Brazíliáról szerintem mindenki úgy gondolkodik, hogy egyértelműen a torna esélyese. És ha megkérdeznénk bárkit Brazíliából, mindenki azt mondaná, hogy minden csalódás, hogyha nem mi nyerjük meg a trófeát. Erről egyébként korábban Neymar is beszélt, hogy ez milyen komoly nyomást helyez a csapatra. Szerintetek ez meglátszódhat ezen a brazil csapatnak a játékán? Ismét rányomja, mert tényleg, hogyha Neymar erről beszél, én elhiszem neki, hogy ez neki rányomja. Ha valaki meg pontosan tudja, hogy ez hogy működik, akkor az nyilván ő, meg egy brazil válogatottban, hogyha játszol, akkor ez nem merül fel kérdésként, úgy nőnek fel, hogy ez az alapvető feladat. Tehát ez nem újdonság senki számára sem. Közben ez a brazil válogatott tűnik messze a legjobb és legkomplettebb csapatnak az egész VB mezőnyben, ami még plusz nyomás is jelent, mert úgy nehezen tudsz mondani egy nyilvánvaló gyengeséget ebben a csapatban. Jó, a szélső hátvédeket mondhatod, de a szélső hátvédeket is úgy használja a Tité, hogy igazából a gyengeségeiket minden inkább próbálja eltüntetni. Nem tudom akkor, hogyha Casemiro esetleg kidől, de egyébként... Majd, sajnos nagyon rossz alternatívák vannak a brazil válogatottban ezen a poszton. Egy Bruno Guimarães, aki az egész Premier League-nek az egyik legjobb hatosa, azért szerintem nincsen gond például szerintem a keret mélységével sem a kezdőben. Szerintem már érdekesebb, hogy valószínűleg Casemiro mellett Fred fog kezdeni. Ugye a brazilok nagyon sokszor vagy 4-2-4-et játszanak labdával, de nagyon gyakran viszont ezt a 2-3-5-öt, hogy az egyik szélső védőbe húzódik a középpályára, általában ez a jobb hátvéd, és mivel Dani Alves bekerült a keretbe, ez valószínűleg ő lesz, neki jól is fog állni egyébként, és a középpályáról ezért a jobb oldali 8-as pozíciót valakinek el kell foglalnia, ez valószínűleg Fred lesz, a másik oldalon pedig Neymar a baloldali félterületben. Frednek ezek a labda nélküli beindulásai, ezek szerintem kifejezetten jók, ő letámadásban abszolút aktív, nem véletlen, hogy Ralf Rangnicknak a hát nem túl jól sikerült manchesteri kalandjában Fred volt gyakorlatilag az egyetlen értékelhető játékos a mezőnyben, mert ő meg tudta csinálni, amiket Rangnick kért tőle, de ha meg a képességeket nézem, és Bruno Guimarães meg Fred közül kell választani, hogy kijátszom Casemiro mellett, hát akkor nem biztos, hogy Fredre tenném a voksomat, de kiillik jobban a rendszerbe, ki tudja ezt a szerepkört jobban játszani, és lehet, hogy Tite fejében meg abszolút Fred él ebben a szerepkörben. Tite, Egri Viktor, tudjátok, hogy mondja? Csicsi. Hát nem Csicsi, de nem mondjuk Cristiano Ronaldo-nak sem, és Bruno Fernandes-nek. Azt szoktam őt is mondani, mert Bruno Fernandes és Bruno Fernandes-nek. Nekem ezzel így sem probléma. De nem az, bocsánat, ez hozzátartozik, hogy mi közvetítettünk Brazil bajnokságot annak idején egy időben, hogyha nekem azért áll a szám. Próbáljunk következetesek lenni. Akkor legyen Tite, Csicsi. Szóval nem hívta be Robert Firminót a csapatba, helyette Pedrót hívta meg, és utána jártam, hogy kicsoda Pedro. Ő egy klasszikus targetman, akinek lehet ívelgetni a labdákat. Viktor szerint utolsó csere lesz igazából, tehát ilyen BCD EF opció, hogyha másféle játékot kell játszatni. Nem erre mondják, hogy mi brazil? De igen, azt is mondta, kicsit darabos a mozgása, és mondtam, hogy a Peter Crouch félén azt mondta, hogy nem. 82-es nem. Brazil válogatottban is ott volt egy Serginho. Persze. De hogy alapvetően az, hogy Firmino nem került be, az meglep titeket? Hasonló játékos már van a keretben, mint Roberto Firmino, úgy hívják, hogy Gabriel Jesus. Azért szerintem azt nem kell magyarázni, hogy milyen ősze volt Gabriel Jesusnak, és két megint csak hasonló típusú játékos szerintem Tite nem akart kivinni erre a világbajnokságra. Eleve az kérdés lesz, hogy ki lesz a kezdő center a brazil válogatottnak. Az a Richarlison, aki azért inkább fog centert játszani, és inkább keresi majd a mélységet, vagy Gabriel Jesus, aki folyamatosan visszalépked a labdáját. Hát csak ott van mögötte Neymar, aki azért fel fogja venni ezeket a labdákat, és inkább ő fogja dominálni ezeket a területeket. És hát most arról beszélhetünk, hogy Neymar csúcsfonalban vagy neki a VB-nek.
olyan szinten kezdte a szezont, hogy szerintem ilyen nagyon-nagyon régen volt, és azért is jó, hogy télen van a világbajnokság, nem pedig nyáron, mert így nem... Tavasszal szokott megsérülni. Nincs ideje megsérülni Neymarnak, úgyhogy ez szerintem a braziloknak a legnagyobb esélye arra, hogy itt ezt tényleg megnyerjék. De ha már Neymarnál tartunk, szerintetek ő bal szélen, esetleg középen ott is játszott már, ugye, vagy a középen, a 9-es ponton középen. Labda nélkül 4-2-3-1-ben lesz 10-es, amikor pedig labdával játszanak, akkor a baloldali félterületben Vinicius Junior adja majd a szélességet a bal oldalon, a jobb oldalon pedig Rafinha, és valószínűleg Fred lesz az, aki majd folyamatosan fellépeget a középpályára a jobb oldali félterületben. Na de mi lesz jobb oldalon, a jobb szélső poszton? Ott azért egyszer Anthony, másrészt meg Rafinha az, aki egy komoly harcot vív itt a jobb szélső pozícióért, általában rotációban, vagy amikor ugye csereként váltják egymást. Azt mondom, hogy pénzfeldobása eldöntött, akkor sem ősz nagyon mellé két ilyen játékossal. Úgyhogy ez is borzalmas, hogy tehát gyakorlatilag ebből a brazil válogatottból három egyenértékű támadósor, vagy három olyat, amit bármelyik válogatott elfoglalni és feltenne kezdőbe, gond nélkül ki tudsz állítani. Azért én elraknám azt a pénzérmét, és kiválasztom magamtól Rafinhát. Alapvetően azért, mert szerintem ő picit más típusú játékos, mint Anthony. Hasonlítanak persze, mindkettő jobb szélen játszik, mindkettő ballábas, mindkettő inkább befelé szeret indulni, de Rafinha sokkal inkább kreatív játékos, sokkal jobban ki tudja osztani az utolsó passzokat, Anthony inkább lőni szeret. És azok a mélységi beindulások, amiket mondjuk Richarlison megcsinál, amiket mondjuk Fred csinál, azokat nagyon szépen ki tudja használni Rafinha, aki betolja és berakja területbe a labdát. Szerintem ezért szerkezetileg is jobban járna Tite, hogyha ő kezdene ezen a világbajnokságon, miközben a másik oldalon meg Vinicius Juniornak folyamatosan keresni fogja az egy-egy jeleni lehetőségeket. Én a szerb csapatot nagyon sokat láttam a Nemzetek Ligájában játszani, és nagyon meggyőzőek voltak, igaz, hogy a B-ligában, de ott ez a komoly ellenfelük volt, a Norvégia volt, a Szlovénia, ami nem volt olyan nagy ellenfél, de ott volt még Svédország is. Alapvetően az érződik, hogy nagyon más típusú focit játszik Brazília, mint ez a másik három válogatott. Ez a játékstílus, ez inkább fog feküdni a szerbeknek, vagy inkább rossz lesz, hogy nem nagyon találkoznak ilyesmi csapattal? A brazilokkal játszani az rossz lesz. Az mindenkinek rossz lesz. Alapból azért, mert a szerbeknek inkább a támadó játéka erős, sok gólt kapnak, még a Nemzetek B divíziójában is alig volt olyan mérkőzések, amit le tudtak hozni kapott gól nélkül. De a támadó játékukra szerintem mindenképpen tudnak alapozni, és szerintem nagyon jó módosításokat hajtott végre Stojkovic itt a keretben. Ez az, hogy átálltak három belső védőre, és hogy például a középpályás szerepköröket hogy módosította. Picit ilyen alulértékelt játékosnak tűnik nekem Gudelj ebben a csapatban, aki legmélyebben játszik, és nem csinál semmi látványosat, de hogyha kell, akkor visszalép akár negyedik védőnek, hogy még jobban szélesítse a csapatot, és hagyja Milinkovic-Savicot érvényesülni ezen a két fős középpályán. Az is változás azért, hogy Milinkovic-Savic a Lációban azért sokkal előrébb játszik, majd hogy nem ott is ilyen feltolt nyolcasnak az utolsó labdákat osztja ki, itt majd hogy nemi mélységirányítót játszik, és kell is, mert ugye nagyon sokszor Tadic a tízes, aki meg azokat a területeket tölti föl. Igen, ez a Tadic, Vlahovic, Mitrovic hármas, az elég erősnek tűnik. Aha, csak nézzük meg, hogy játszik-e Vlahovic, hát meg az. Mitrovic, mert mindkettő sérült volt. Hát ugye Vlahovic már játszhatott volna. Jobb is lenne akkor ugye a harmadik ilyen év, akit bele dobni, ugyanígy, hogy tök jó játékos, de ő sem nagyon sokat játszott mostanában. Akkor azt gondoljátok, hogy itt ilyen forma problémákkal fog küzdködni itt az első hármas? Kíváncsi vagyok, szerintem azért, hogyha Vlahovic használható, akkor nem nagyon kérdés, hogy kinek kellene kezdenie centerként, ha egy centerről beszélünk a szerbeknél. De ez mint probléma felmerül, de egyébként meg előre tényleg megvannak maximálisan, hát azzal lesz problémája valóban ennek a szerb csapatnak, hogy a védekezésüket mennyire sikerül összerakni erre a VB-re. Igen, mondja. A legjobb a tényleg azt tenni, amit ketten tudnának játszani. Az érdekes szerintem, hogy itt a VB-selejtezőkön például az összes VB-re kijutó európai válogatott közül a szerbeknek volt a legtöbb direkten végigvitt akciója. Azért az Vlahovicnak, Mitrovicnak is jól állhat meg, hogy Kosticsnak a beadásaival azért ezt a két játékos bőven-bőven tudja keresni. Nélkülük azért ezzel a nem túl a célos védelemmel, hiába van egy stabil hátsó soruk, azért lehetnek problémák. És most a szerbek azok, akik a törökök voltak az Európa bajnokság, hogy nagyon jó nevekből állnak, és ők a fekete ló, nem tudjuk, hogy mit várhatunk tőlük. Aztán ezekből szoktak lenni azért a kemény földbeállások. Hát azért az, hogy fekete ló, sötét lóként majd ott lesznek valahol nagyon elől, azt azért túlzásnak érzem. Néhány gondolat itt a kapus pozícióról is. Ugye Vanja Milinkovic-Savic általában az első számú kapus, de Rajkovicsot én nagyon sokat láttam a Mallorcában védeni, és eszméletlen jó. Tényleg parádésan véd, lehet, hogy csak azért olyan feltűnő, mert a Mallorcában nem olyan megszokott, hogy van egy jó kapus. De hogy alapvetően van esélye szerintetek itt a váltásra bekerülni a kapuba? De megint csak a VB előtt ilyet nem fogsz meghúzni bármilyen. És a kapus azért egy elég fontos pozíciónak nevezhető, Milinkovic-Savic meg nem rossz, mondjuk Excelnek sem nagyon gondolnám. Úgyhogy szerintem én maradni fog.
Na hát a mai adás sem múlhat el a hét kérdése nélkül, úgyhogy nyilván most már a válogatottakkal foglalkozunk. A héten a kérdés a következőképpen hangzik nektek is, meg nektek is, srácok. Hány percet fog játszani Antoine Griezmann az Ausztrália elleni mérkőzésen? Itt nem számolva bele, hogy mennyi hosszabbítás lesz az első félidőben, a második félidőben, hanem egy félidő 45 percnek számít majd. Én kezdek egy 70 percen, mert azt gondolom, hogy kezd, de nem fog végig játszani. Hát mert lehet, hogy lesimázza ezt a meccset már az első félidőben a francia válogatottal. Ja, hogy te ezért gondolod. Igen, az is egy jó gondolat, mert én inkább azért gondoltam, hogy jó, oké, próbáljuk ki másképpen is a csapatot, hiszen vezetünk simán. Didier Deschamps-ot szeretnéd, hogy kísérletezzen? Az nem szokott jól elsülni. Hát azért láttam, hogy lehet őt kísérletezni egyébként. Ne égessen azért mondom, hogy nem szokott jól elsülni. 90. 90? Persze. Akkor én mondok 60-at, hogy korábban cserélje le, jó? Ja, jó, oké. Akkor lehet, hogy reciproka lesz a 30 perces játékosnak. Hát így is írjátok meg, mit vártok Antoine Griezmannnak a perc mennyiségétől. Egyébként amikről beszéltünk találkozókról, nagy részéről lesz síp szó után, hogy ezek miatt is érdemes feliratkozni. Várunk titeket minden játéknapon az aktuális mérkőzések után. Legközelebb találkozunk pedig esélyesökkel, akkor viszont a csoportkör második fordulójával foglalkozunk. Sziasztok!